test és lélek rovatunkkal folytatjuk a délelőttöt, és a perui konyháról fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Dina Tito és Carlos Tito. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Azt olvastam, hogy a perui konyha az egyik legjobb Latin Amerikában, ez igaz? Hát hazaiként mi mást is mondhatnál? Hát igen, szerintem is. Bemutatkozom, Tito Carlos vagyok, perui vagyok. Itt vagyok Magyarországon kb. 20 éven. Beszélek magyarul, de olyan jó. Nagyon jól beszélsz magyarul, megnyugtathatlak. Mi a perui konyhának a titka? Mik azok az alapanyagok, amit leginkább használtok? A perui az alapanyag, ami nagyon fontos, ez a sárga paprika. Az a sárga paprika, ez majdnem minden ételek benne van. Igaz, hogy chip, de inkább az íze a fontosabb. Fűszeres a perui konyha, mondjuk így a magyarhoz viszonyítva? Mi ugye nagyon sok fűszert paprikát használunk, a peruiaknál is megjelenik ez a, igen, ez a fűszeresség? Igen. Hát Perúban több féle fajta van a fűszer, és a regiótól múlik. Például tengerparton van inkább a halak gasztronómia, Antokban több krumpli használják, mert nálunk kb. Igen, én is ezt olvastam, hogy Perúból származik a krumpli, és rengeteg féle van, de hogyan készítik el a krumplit, vagy mi a különbség a fajták között? Mi ugye itt Magyarországon hát 1-2-3 fajta krumplit ismerünk. Igen. Hát nálunk van olyan... száraz krumpli. Igen. Mindenféle módon, tehát attól függ, például az Andokban, ugye mivel nagyon hideg van, ezért inkább arra mennek, hogy száraz legyen, és utána főzik meg, és abból készítünk. Akkor először kiszárítják a krumplit? Van olyan is. Andokban nagyon sok mikroklíma, és ezért több más a krumplit, meg a nem tudom, hogy mondják, a gyökérek is van, kukorica fajtája, nem csak krumpli, kukorica fajta, van olyan fajta, ami lila kukorica a neve, mert lila színű van, inkább sötét, és itt Magyarországon szeretik mindenkinek ilyen lé, mert ez csak üdítőt csináljuk belőle, meg desszert. Igen, olvastam, hogy Perúban van egy nemzeti üdítőital, ez az Inka kóla, ez létezik? Igen. Ez miben más, mint mondjuk a hagyományos kóla, amit mondjuk itt Európában ismerünk? Hát sokan mondják, hogy kicsit olyan grágógumi íze van, de egyébként... Még édesebb? Igen, édes. Édesebb, mint a Coca-Cola szerintem. Vannak-e mondjuk levesek Perúban, amit mi Magyarországon mondjuk első fogásnak szoktunk enni a levesek? Ez nálatok létezik ilyen? Leves. Hát így, sokféle levesünk van nekünk is. Bár inkább a második fogások az amivel sokkal több fajta van. Van mondjuk kedvenc fogásod, amit mondjuk előszeretettel főztök akár otthon is? Hát nekem a kedvencem a lomaszáltáló. Az már marhaszi hátszínből készül. Kicsit a kínai-japán fúziója a perui konyhával. Nekem az a személyes kedvencem. De ez amúgy is jellemző, hogy az ázsiai ételek azok valahogy keveredtek a perújakkal, vagy ez csak mostanában divatos? Azt akartam kezdeni. A perui konyha az ez egy fúzió, ami régi perui konyha, meg a modern technikája, és a spanyolok, és a konyha, a spanyol konyhából is, mert 760 év miatt a spanyol gyarmat volt Perúban, meg a franciáig, amikor forradalom volt a Franciában, akkor Perúban menekültek nagyon sok séf,
És Afrikai is, mert nyilvános van, hogy rabszolgálat miatt hozott új gasztronómia is. Új ézeket. Tehát ézeket. A sokszínűség akkor a konyhába is igen, teljesen jelen van. Igen, és akkor a belsőség onnantól van az afrikai dolga. Hatások. Aha. Igen, és majd 19. századék, akkor az ázsiai menekült, a kínai, kantonéz, a japánok konyhája volt, meg az olasz válság miatt nagyon sok ment Perúban, és azért születek új egy országban négy kontinens íze. Keverednek, és ennyire sokszínű. Beszéltünk itt arról az előző beszélgetésben, hogy a családi hagyományok nagyon fontosak, hogy karácsonyt, húsvét nálatok is nagy család együtt ünnepli. Ilyenkor mi kerül az ünnepi asztalra? Hát karácsonykor például a pulyka, meg nagyon szeretjük a rizst. Tehát, hogy az is egy nagyon fontos egyébként, hogy alapanyag. Hát igen, meg utána reggelire szoktunk enni azt a panettont. Ez a kalács, igen. Igen, gyümölcsös kenyér. Igen. Forró csokival. Tehát így ez a tipikus. Akkor olyan hagyományos süti, mint mondjuk nálunk a beigli, akkor nálatok is van. Igen, ez a gyümölcskenyér talán. Igen. Az. És húsvétkor mit fogyasztanak a... Ez változó. Változó, mert Perúban van ez, hogy mondtam, tengerparton, van Andok, van... erdő is van, szóval mind más. Az tengerparton van egy kicsit mondjam kreolós húsvétkor, akkor halak, ezek mind, mert katolikus vagyunk a Perúban legtöbb. És Carlos, neked van mondjuk kedvenc ételed, amit mondjuk az éttermedben is a legszívesebben főzöl? Igen, nekem nagyon tetszik a anticucho, ez marhaszív búl van. Nyása. És be van pacolva, fűszerezve olyan paprika, de nem a sárga paprika, úgy hívja pancsa paprika, de nem tudom magyarul, hogy hívja. Szerintem ezeknek nincs is nagyon magyar neve. Az csípős ez az étel? Nem. Van egy szósz, fele csíp, fele... nem annyira csípős, de az íze a szantikucsó nagyon finom, és ez is valahogy az afrikai szubszaharián, hogy mondja ez a szubszaharián. Hát ilyen sivatagos. Igen. Attól kaptam ez a... De a fűszer, ez perui fűszerek van. Végezetül pedig mennyire vagyunk nyitottak mi magyarok vagy budapestiek a perui ételekre? Mennyire szeretjük mondjuk ezeket a hát nálunk abszolút különlegesnek számító ételeket? Május óta mi nyitottunk az ételmünk, és mikor mutattam az étlapunkat, és nézi, marhaszív, ez egy étel, ami furcsa, a másik a ceviche, például hal, nyers hal, lánybe van bepacolunk, ennyi is. Az, ez a kettő az, ami látom mindig csodakozni, vagy furcsa nézi az étel, de amikor először nem nagyon szeretik megenni, de amikor megkóstolják, akkor már visszajönnek. Tehát szeretjük a különlegességeket. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és hogy beszélgethettünk egy kicsit a perui ízekről, és sok sikert kívánok nektek, és köszönöm az étteremhez is. Köszönöm.